Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit! A Promenád mai adásában beszámolunk a Horizont Fesztiválról és a 92. ünnepi könyvhétről. Emellett ellátogatunk Máger Ágnes műtermébe és a tarcali bűbájos hétvégére is. Tartsanak velünk! Negyedik alkalommal rendezték meg Miskolcon a Horizon Nemzetközi Kortárstánc Fesztivált. A magyar művészek mellett ezúttal Szlovéniából, Spanyolországból és Franciaországból érkeztek táncosok. Augusztus 24-e és 28-a között negyedszer rendezték meg Miskolcon a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivált. A hagyományokhoz hűen idén is Éder Vera fotó kiállításával nyitották meg az eseményt. A képek azt a lelkiállapotot tükrözik, amit 2020 novemberében a második lezárás után éreztek a művészek. A Horizont Fesztivál tavaly elmaradt, idén azonban újult erővel tértek vissza a szervezők és a táncosok. Köztük a spanyol Káromátó csoport, mely a megnyitón karneváli hangulatot teremtett a főutcán. Az alapötlet Pascual Várótól származik, aki már 1985-ben foglalkozott utcai színházzal. Másfél évtizeddel később 2000-ben vált professzionálissá a csoport, mely kifejezetten az utcaszínházra szakosodott. A Káromátó név, mely kétkerekű kordét jelent, pedig a középkori vándor komédiásokra utal. Ez jelenik meg a spanyol csapat logójában is. Ez una compañía que siempre le ha gustado viajar lo máximo posible. A csoport mindig is szeretett utazni, nem csak Spanyolországon belül. Erről szól az egész tevékenységünk. Jártunk már például Skóciában, Erdélyben, Nizzában és Katarban is. Célunk megismerni más kultúrákat és tradíciókat, Közép-Európa pedig különlegesen érdekes helyszín a számunkra. Olyat mutat, amit otthon nem látunk, természetesen jó értelemben. Ezért jöttünk Miskolcra is, imádunk új emberekkel megismerkedni. Ez ennek a munkának a legcsodálatosabb része. Az El Káromátó utcaszínházi társulat Cádizban, Spanyolországban alakult 2000-ben. Speciálisan menet közben előadható, mozgásra alapuló előadásokat terveznek. A Big Dancers projektet pedig 2018-ban a Máltai Ballétában az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat nyitó ceremóniáján mutatták be először. Csak a belvárost láttuk a fellépés előtt, de már ennyiből is feltűnt, hogy milyen szép Miskolc. Jártunk már többször magyarországi fesztiválokon, például a Volton, Strandon, Balatonsoundon, és persze Budapesten, de az ország fővárosától keletre eső része eddig ismeretlen volt számunkra. A Big Dancers egy utcai előadás, főszerepben óriási táncoló bábokkal. A hatalmas alakok színes jelmezekben lépnek fel, és elárasztják az utcákat pozitív energiájukkal. Igazi bőröndös vándorszínészek vagyunk, már több mint 25 országban jártunk ezzel a showval. Gazdagodunk a különböző kultúrák megismerésével. A zenével, színházzal, általában a művészetekkel is közeli kapcsolatba kerülünk. Csodálatos, hogy ez a munkánk része, miközben mi is adhatunk. A művészek interaktívan együttműködnek a közönséggel, hogy utcabáli hangulat jöjjön létre. Táncolni, szórakozni invitálják a nézőket. Ez az óriás marionettbábus technika több száz éves múltra tekint vissza, ugyanakkor egy kis avantgárd vonalat is bele akartunk tenni. A technikával is játszottunk, hogy emberinek tűnjenek, de mégse embernek nézzenek ki. Az is szempont volt, hogy a lehető legnagyobbak legyenek, körülbelül 4 méteresek, és mindegyiket egy ember irányítsa. Szintén fontos, hogy a szobrok mozgása a lehető legrealisztikusabb legyen, és hasonlítson az emberére.
Aztán eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha fényeket is megjelenítenénk. Hát persze, hogy ez is jó ötlet volt. A végeredmény azt is szimbolizálja, hogy egyenlőek, egyformák vagyunk, mindegy honnan jöttünk. Még akkor is, ha mindegyik bábú eltérő formájú és magasságú. Adódik a kérdés, hogyan készülnek, próbálnak a gigantikus bábúkkal? Otthon Cádizban minden olyan helyet felkeresünk, ahol próbálni tudunk. A tengerpartra is le szoktunk menni. Nagyon nehéz a homokban mozgatni ezeket a bábukat, de ez segít abban, hogy majd az utcai fellépéseken könnyebben mozogjunk. És vajon hogyan mérhető a siker az ő esetükben? Nagyon jó kérdés. A siker mindig szubjektív, attól függ, mihez hasonlítjuk. Mindig a közönség dönt. Siker az, ha összetudtál kapcsolódni a publikummal, reagálnak, belemászol a fejükbe. Hiába van ott egy évben minden fesztiválon egy produkció, azt is látni kell, meddig életképes. Például, ha azt vesszük, hogy Spanyolországban 4-5 év után meghal egy színdarab, és mi 7 éve adjuk elő ezt az előadást, akkor azt mondhatjuk, jól csinálunk valamit. A spanyolok után a Miskolci Balett társulata lépett színpadra, akiknek bemutatóját Gerec Smith számotta meg. Egy koreográfus, aki már harmadik éve van itt Miskolcon nálunk, főleg kurzusokat tartott, felmerült az ötlet, hogy amúgy is a kurzusnak mindig az a vége, hogy valami sorozatokat vagy elejövőt összeállít a táncosoknak, kimondottan gondolkodtunk darabokról is. Adott volt most a fesztivál, nemzetközi fesztivál, ha nem tudunk a pandémia miatt meghívni elég nemzetközi együttest, akkor hívjunk meg nemzetközi alkotókat, főleg ha itt is vannak Miskolcon. Garat ezt az előadást ajánlotta, időtartamában is, és valamiért ez a téma neki fontos volt, és azt gondoltam, hogy nekünk is az, hiszen arról szól maga a darab, hogy a világban vannak olyan vallások, vagy vannak olyan helyek, vagy olyan pozíciók, amikor magát a táncon belül a férfinő érintkezést ezt tiltja. Nyilván ez nem egy kritika, ez egyszerűen csak egy megállapítás, és ennek a megállapításának az eredménye az, hogy Garat reflektál erre a dologban, és csinál egy olyan nagyszerű, gyönyörű előadást, amely eddig a Miskolci Balett életében nem nagyon volt jelent, hiszen mi alapvetően mindig történetmesélő irodalmi alkotásokat, filmalkotásokat mutatunk be. Ez most valami új út, és azt gondolom, hogy egy járható, nagyon izgalmas út. Európában nem volt még bemutatva, ez itt van először Miskolcon, Houstonban, ő alapvetően houstoni, ott a balett együttesnél dolgozott, utána ment el, jött át Európába, most éppen azért nincs itt, mert nagyon-nagyon vártuk, és ő is nagyon akart jönni, de Zürichben dolgozik éppen, hogy ez itt van először Miskolcon, mondom, Amerikában már egy együttesnek be lett mutatva. Társadalmi vitákat nem nagyon folytattunk Garettel, egy nagyon bensőséges vitat, vagy kapcsolatot alakított ki az együttessel, nem politizáltunk, bár én alapvetően szeretek. Azt gondolom, hogy mivel hogy egy kulturális közöknek lett betanítva, tehát egy művészeti csoportnak nyilván meghányták vetetők ezt a dolgot, azt gondolom, hogy különböző befolyások bírnak ebben a témában, de mondom, erre így külön nem reflektáltunk, hogy ott hogy volt, sokkal inkább volt kíváncsi arra, hogy itt hogy tud ez a dolog lecsapódni. Különböző feladatokat adott ki a táncosaimnak, vagyis a Miskolci Balett táncosnak, szerintem az én táncosaim, hogy írjanak inkább eszéket, gondolatokat erről a dologról. Az egy jóval izgalmasabb volt, nem lépett vissza a múltba, és nem akart párhuzamot vonni az ottani együttes alkotói közösség és a mieink között. Elég értelmes, tehetséges gyerek ahhoz, hogy azt gondolta, hogy felbolygatja egy kicsit érzelmileg a mi táncosainkat. Európaiak vagyunk, ők amerikaiak, másképp látjuk, másképp gondoljuk ezt a dolgot. Ő alapvetően erre volt kíváncsi, és amikor megkapta a válaszokat a kérdéseire, úgy kezdett el dolgozni. Ez viszonylag ritka, ha ugye a koreográfusok így állnak egy munkához. Garett ennyiben is izgalmas volt. A miskolciak nem először dolgoznak együtt az amerikai koreográfussal, így rögtön felvették a ritmust a tengeren túli művésztel. A harmadik éve volt itt, nagyon-nagyon jóban vannak, egy nagyon furcsa. Amúgy hozzánk szeretnek járni koreográfusok, magyar koreográfusok is. Nagyon-nagyon sok színű a társaság, tehát nem nagyon különböző egyéniségből áll össze. Garett ezt nagyon szerette, és egy nagyon baráti viszony alakult ki közöttük. Jól dolgoztak, és pörögtek, ez látszik is az előadásokban.
kiállításon. Ugye ez valamikor talán márciusban lett elkészítve, úgyhogy amikor a pandémia után elkezdhetünk bejönni az épületbe, itt volt Garrett jó 3 hetet, és ugye eltelt egy idő, szabadságon is voltak, több új darabot is csináltak a táncosok, zenés előadásokban voltak benne, és látszik rajta, hogy őrizgettek, vigyáztak rá, hogy most, amikor felújítottak, nagyon gyorsan tudták felújítani, és látszik az a, látja az ember a szakmabeli egy táncoson, hogy szereti azt az előadást, hogy kedves a számára, hogy fontos, hogy odafigyel rá, karban tartja, fejben és izomzatilag. Tehát nagyon jó munka volt, reméljük lesz sok ilyen még. Ahogy Éder Vera képein is láthattuk, ezt a művészeti ágat sem kímélte a pandémia. Testileg és lelkileg is megviselte a táncosokat. Mert egy táncosnak a teste az arról szól, az a munkaeszköze, hogy minden nap gyakorol, használja, edzi az izmait, karbantartja az ízületeit, agyát, hiszen a színésznek szövegmemóriája van, a táncosnak izommemóriája van. Nehéz volt, megpróbáltunk interneten keresztül gyakorlatokat szervezni, nyilván nem az, amikor egy közösségben együtt tudnak dolgozni, ott mindig jobban érzik egymást, közele vannak egymáshoz, érzik egymást leheletét, izgalmát, mindent, amikor még gyakorolnak, ami fárasztó. Túl segítik egymást egy-egy nehéz próbán, hiszen ezért ez egy komoly fizikai munka. De vágynak rá, tehát a táncos ez valahogy úgy van nevelve gyerekkor óta, vagy beleáll, hogy szeret szenvedni. Tehát ezt a fajta fizikai terhelést, ez akár az élsportolók is nem lehet egyik pillanatról letenni, ha mondjuk közben egy ilyen vírus, vagy valami is leállítja őket. Boldogan jöttek vissza, én azt gondolom, tudták már akkor milyen feladatok várnak rájuk, és tudták, hogy lesz egy fesztivál, és tudták, hogy a Garrett darabját is meg fogják csinálni. Ők profi táncművészek készültek, ez a feladatuk, ez a dolguk keresztette fel az életüket, ezt kell csinálniak, csinálják is jól, úgyhogy rendben van. Ugye a 4. alkalommal rendezzük meg, 5. éve, ez tavaly szintén a pandémia miatt elmaradt, kész volt már egy műsor erre. Nyilván ezt a műsort az ember át akarná hozni, hiszen szerződése vagy előszerződései vannak, tárgyalt ezekkel az együttesekkel, de ugye az, hogy hogy utazik be, vagy hogy utazik ki az országból, oltottsága vagy egyéb okokból kifolyólag, ezt azért borította, hogy újra kellett néhány dolgot választani. Sajnos kevesebb külföldit hívtuk meg, viszont végre tudtunk több magyar hazai együttes meghívni, hiszen a magyarországi együttesek is borzasztóan izgalmasak, nagyon sokszínűek, öröm volt most őket meghívni. Az 5 napos programon a rendező ország mellett Szlovénia, Spanyolország és Franciaország 9 tánccsoportjának előadását láthatták az érdeklődők. Kilencvenkettedszer rendezték meg az ünnepi könyvfetet. A tavalyi kihagyás után ismét a megszokott helyszínen várták az érdeklődőket. A járványhelyzet miatt tavaly az online térbe szorult a hagyományos programsorozat, de idén ismét a megszokott helyszín, az Erzsébet tér adott otthont az ünnepi könyvhétnek. A rendezvényt a könyvtéren Grecsó Krisztián nyitotta meg. A Miskolchoz 1000 szállal kötődő József Attila díjas költő, író, dalszerző beszédében úgy fogalmazott: az esemény által kitűzött cél az új generációk számára már megérthetetlen. Ezért közvetlenebb kapcsolatot kell az írónak, költőnek az olvasóikkal kialakítaniuk. Mindig nagy tisztesség egy írónak, de ha ahhoz a városhoz, amelyhez köze van, úgy kérik fel, az meg különösen nagyon nagy öröm. Én ide nősültem, egészen konkrétan Szirma Besenyőben, úgyhogy hogy én már 10 éve követem a város sorsát, sokkal közelebbről, mint azelőtt. Követem a műút sorsát, követem az irodalmi életet itt, látom, hogy hogyan működik a színház, hogyan működik a műha, és hát így végképp nagy tisztesség volt, és ahogy az ünnepi beszédben is mondtam, idén nyáron kétszer ültem úgy a tiszai pályaudvaron, várva vonatra, hogy a Keresztúri Tibor Miskolcon játszódó regényét olvastam. Hát gyorsan utazgattam egymás után, mert egy vékony könyv, de a felkérés nem is jöttett volna jobbkor, hiszen ez a könyv ez végig folyamatosan benne volt a fejemben, és én azt hiszem, hogy ennek a városnak a mítoszát, az, hogy valójában micsoda erőforrásai vannak, milyen hely valójában, és levetkőzve végre az ipari város imidzsét, azt valószínűleg az irodalom is fogja, de mindenféleképpen a művészetek fogják neki meghozni. Kifejezetten sok ismerősöm, barátom van itt, akikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Természetesen a műúttal indult, utána a színház köreivel beült, és most már személyes, privát baráti körök is vannak, akikhez hazajárunk, itt vagyunk, klubokba eljárunk. Tehát, hogy egy olyan
olyan térlet, belakott térlet nekem Miskolc, ami a legfontosabb városaim között van. Noha ez úgy lett, hogy ez a felnőtt koromban alakult így, a többi a gyerekkoromhoz köt, és Miskolc lett az én felnőttkori belakott városom. Grecsó Krisztián a közelmúltban megjelent köteteiről és jelenlegi zenés verses projektjéről is beszélt. Két verses kötetem jelent meg tavaly. 23 év után a Magamról többet című, ami hát hatalmas meglepetésemre, tényleg nem gondoltam volna, Libri közönségdíjat nyert, ami nagyon tisztesség egy verses kötetnek. És utána megjelent egy gyermekvers kötetem, Belefér egy pici szívbe címmel, amihez készültünk egy műsorral, a Csík zenekarral készítettünk egy gyermekműsort, megzenésítettünk verseket, és azzal a műsorral fogjuk járni az országot, remélem Miskolcra is eljutunk. Napon Grecsó Krisztiánnal lépett fel Rutka Róbert, aki a közös produkció a Libikóka keletkezéséről is mesélt. Hát valójában ez úgy jött létre, hogy Krisztián verseit kezdtem el megzenésíteni, és egy olyan irodalmi es kerekedett, amikor kitaláltuk, hogy a prózát is összerakjuk akár zenével, és lesznek novellák, versek felolvasva, zenei aláfestéssel és megzenésített versek dalok. Egy-két saját dalom is lesz, ami illik az eshez. Különben készült egy album tavaly természetesen, Covid előtt két héttel hoztuk ki megfelelő időben, hogy aztán ne jusson a boltokba, úgyhogy van már hangzóanyag is, és már ez már a második olyan est, amit összeraktunk, és ebből készült az album. Biztos, hogy fogunk még visszajönni, de én a Művészetek Házában sokszor játszottam, sőt volt olyan év, hogy háromszor is, vagy négyszer, ami soknak számít itt. Szeretnénk visszajönni, és valószínűleg reméljük, hogy hívnak is minket. Mert ez mindig megújul, és kicsit más ez a műsor. A szervezők szerint a pandémia arra is rámutatott, hogy még ma is népszerűek a könyvek. Pandémia alatt azért azt tapasztaltuk mi, mint könyvtár, hogy nagy igény volt a könyvekre és az olvasásra, és mi megpróbáltuk ezt úgy a közönség elé, a használóink, az olvasóink megmutatni és megoldani ezt a problémát, hogy online elérhetővé tettünk bizonyos tartalmakat, és amikor a jogszabályi keretek engedték, akkor úgynevezett ablakos kölcsönzéssel a könyvtárban nem érhettek be az olvasók, de előre összekészített igények alapján megkapták a könyvcsomagot. És mivel ezzel elég sokan éltek, én azt gondolom, hogy itt megvan az igény az olvasásra és a könyv szeretete, hiszen elég csak arra gondolni, hogy itt Miskolcon a Régiség vásáron az legtöbbet keresett stand, az mindig a 100-200 forintért vásárolható könyveknek a piaca és az a kirakata, és ott vannak mindig a legtöbben. Tehát én azt gondolom, az emberek remélem nem csak gyűjtenek, hanem ezeket a köteteket olvassák is. Mint könyvtáros én úgy látom, hogy kicsit csökkent ez az igény, de még mindig megvan. A rendezvényen a járvány előtti időszakban megszokottaknak megfelelően író-olvasó találkozókkal, kötetbemutatókkal és koncertekkel várták a könyvbarátokat. Természetesen a legkisebbeknek is színes programokat kínáltak a szervezők. Nekik mesekönyvek, kézműves programok és bábelőadások biztosították a szórakozást a 20. gyermekkönyvnapokon. Műterem látogatásra várta a képzőművészet szerelmeseit Máger Ágnes. A program a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus rendezvényéhez kapcsolódott. Saját műtermében fogadta Máger Ágnes a képzőművészet iránt érdeklődő látogatókat. A festőművész kötetlen beszélgetésen mutatta be egyházi témájú alkotásait és festészetét. Bárki kérdezhetett munkáiról, életfilozófiájáról és hitéről. Ádám és Éva történt, bibliai történet, ez nagyon sok helyen szerepel, ha nem is így, ahogy én megfestettem, de kiüzetés a paradicsomból jelenete, az bizonyosan. Itt tulajdonképpen az emberiség történetének kezdetét szerettem volna megfogni. A két figurában nagyon fontos az, hogy Ádám egy görög oszlopon támaszkodik, tehát ezzel is utalva arra, hogy a kultúrának és a művelődésnek az alapja az antik kultúra. Az angyali üdvözlet,
valamint Ádám és Éva történetét is vászonra festette már Máger Ágnes. Vendégeinek arról is beszélt, mikor és miért jelentek meg újra a bibliai témájú alkotások a képzőművészetben. De az ellenreformáció hozta vissza gyakorlatilag, ugye ez a barokkal kezdődik, tehát akkor kezdtek ezek a gyönyörű barokk épületek, tehát a híveknek, az egyszerű híveket vissza kellett a katolikus hitre csalogatni, tehát kénytelenek voltak, tehát akkor kezdték el a templomokat ilyen nagyon díszíteni, ilyen színesíteni, a kupolákat felhőkkel, meg az eget kinyitották, ugye, a mennyország felé, össze akarták kötni az eget meg a földet, akkor kezdtek el az angyalkák röpködni. A nyitott műterem látogatás az Arszakra programmal a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus rendezvényeihez kapcsolódott. Magyarország 83 év után másodszor ad otthont szeptember 4-től 12-ig a katolikus világeseménynek. Tehát ez mindenféleképpen a világ számára és Magyarország számára is egy óriási jelentőséggel bír, hiszen tudjuk, hogy összefogott a világ és Magyarországnak a vallásos csoportjai, minden az öt vallásból is nyilván, hogy mindenki eljön és részt vesz, és azon túl, hogy összejönnek a hívő emberek, ezen túl még nagyon-nagyon sok esemény kötődik ehhez a kongresszushoz. Az Ars Sacrát azt már több éve, sőt talán évtizede van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a szakrális művészettel foglalkoznak. Ilyenkor nyitottak a templomok és nyitottak a műtermek, azt jelenti, hogy nem csak a kortárs művészek mutatkozhatnak meg szakrális terekben, hanem a régi korok művészete is újra szerepet kaphat, újra felélénkülhet az érdeklődés, újra az egyházak felé is fordulhatnak. Tehát ez a híveknek is nagyon sokat jelent, de nagyon sokat jelent a kultúra iránt érdeklődő embereknek is, hiszen a templomok tele vannak tényleg történeti, művészettörténeti értékekkel. Így kerülhet egy sor arra az Arszakra program keretében, hogy én, mivel kifestettem egy-két templomot, a Szendrői templomot választottuk ki. Máger Ágnes szakrális témájú munkáit nem csak Miskolcon, de a világ több pontján is ismerik. Festett már szárnyas oltárt és templomokban szekkókat. Felkérték és örömmel csatlakozott az Arszakra programhoz, amelyhez számtalan vallási témájú kulturális esemény, többek között a nyitott templomok és nyitott műtermek kezdeményezés is kapcsolódik. Kérés volt az, hogy azon túl, hogy kortárs műveket mutassunk be, kapcsolódjunk az eukarisztikus kongresszushoz, ezért én is úgy döntöttem, hogy egy-két képet, ami nekem kedves, és amit én is szeretek, azt te hozzam a padlásról, és bemutassam azoknak, akik a műteremben fognak látogatni. Így most a körülöttünk látható művek, azok mind a szakralitással kapcsolatosak. Óriási jelentősége van ezeknek a programoknak, mert egy kicsit felgyorsította a kulturális mozgást az országban, nem csak a kongresszus kapcsán, hanem egyébként is nagy volt a elmaradás, nagy volt a csend a Covid miatt ez a másfél év. A festőművész beszélt arról is, hogy bár mindannyiunkat megviselték a lezárások, a járvány idején sem unatkozott. Kétség kívül kiállításokat nem tudtunk rendezni, ugyanúgy, ahogy mondjuk nem lehetett hangversenyre menni, nem lehetett színházba menni. Tehát most úgy látom, hogy megpezsdült a kulturális élet, erre még tényleg ehhez hozzájött még ez az eukarisztikus kongresszus is, ami szintén hozzáadott még a kulturális programokhoz. Inkább könyvillusztrációval foglalkoztam, grafikákat készítettem, benne vagyok egy festőcsoportban, G12-ben Budapesten, ők több kiállítást csináltak, többek között volt tényleg olyan
most az eukarisztikus kongresszus alkalmából is küldtem be képet, ezek majd láthatóak a műcsarnokba, aztán utána viszik különböző galériákba, amik szintén az eukarisztiával kapcsolatosak. Tehát tulajdonképpen több mindent csináltam az elmúlt, nem tudom én, másfél évben, ebbe volt grafika, volt könyvillusztráció, ezek ilyen csendes munkák voltak a műteremben. Páger Ágnes hamarosan a Vattai templomban stációkon fog dolgozni. Ismét megrendezték Tarcalon a bűbájos hétvégét. Az esték ezúttal nem csak a borról, a zenéről és a táncról, hanem a jótékonyságról is szóltak. Idén is megrendezték a Tarcal Bor és Kultúra Egyesület szervezésében augusztus ünnepi hosszú hétvégéjén a bűbájos hétvégét. Az esten felléptek a Sütő Roland, Tombác Anikó páros tanítványai is, akik az ősztől új helyszínen három táncteremben gyakorolhatnak. Most elsősorban latin-amerikai táncokat láthatott a közönség, ezt különböző formában, páros formában, lányformációban, és a műsor maga egy nagy közös produkcióval, egy Gatsby Show-val zárult. Szeptembertől az életünket már a Színva teraszon folytatjuk. Mondhatjuk azt, hogy Miskolc egyik legfrekventáltabb helyén, ahol három táncteremben várjuk a táncolni tanulókat, aki szeretne megtanulni, megismerkedni a társastáncok és versenytáncok alapjával. Természetesen mindenki, aki eddig velünk volt, ők pedig ugyanúgy folytatják az életüket, csak most egy sokkal jobb és sokkal igényesebb, szebb környezetben. A páros tagjai újdonsággal is készülnek az új terembe látogató érdeklődők számára. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az ember karrierében és életében és a szakmájában, hogy mindig meg tudjon újulni, és arra gondoltunk, hogy ez egy jó kezdeményezés lenne, hogyha megpróbálnánk úgy ide csábítani az embereket, akár a táncolni vágyó fiatalokat, vagy a hozzájuk tartozó szülőket, esetleg nagyszülőket. És ebből az indítatásból jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha így hirdetnénk meg a tanfolyamunkat. Az est sztár fellépője, a manapság az egyik mobilszolgáltató reklámjából is ismerős, egyébként korábban egy hazai tehetségkutatóban feltűnő énekesnő Agárdi Szilvia volt. Én az az előadó vagyok, aki folyamatosan improvizál, folyamatosan a közönséghez igazodik, szóval nem egy fix repertoárral érkezek, hanem az adott hangulattól döntöm el, hogy akkor most melyik dal fog következni. Mindig igyekszek a korosztályoknak megfelelő dolgokat, szóval általában ilyen vegyes korosztálynak szoktam készülni, tehát egészen a mai slágertől saját dalokon át régebbi retro dalok is elhangoznak. Igyekszem teljesen megszínesíteni a műsort. Természetesen van kedvenc dalom, nyilván a saját dalom az mindig egy örök gyerek marad, és természetesen azt is elhoztam ma estére, de nehéz lenne most teljesen kiemelni egyet, mert minden van valami különleges, minden van valami, ami megragadja a közönség tagokat, szóval erre a kérdésre én azt gondolom nehéz jó választ adni. Most dolgozok egy lemezen, illetve meghívást kaptam Dubájba a világkiállításra, ahol Magyarországot kell képviselnem a szolidaritás jegyében, és azt gondolom, hogy ez óriási megtiszteltetés, és továbbra is a social médián aktívan részt veszek, tartalmakat gyártok, videókat a saját életemről, hogyan én egy látássérült személy, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sok időt elvesz, illetve a mostani időszakban pedig a fellépéseknek teszek eleget. Az estek nem csak a borokról és a zenéről, hanem a jótékonyságról is szólt. Első Miskolci Lions Club, amelynek alapító tagja vagyok, nyáron szeretett volna mindig valamilyen jótékonysági rendezvényt szervezni, és a mostani elnökkel egyeztetve gondoltuk, hogy az jól összehozható egy jótékonysági bor délután, bor estre, és tulajdonképpen Agárdi Szilviát, aki a Magyar Lions mozgalomnak egy prominens személyisége és közismert énekesnő. Őt megkértük, hogy le tudna-e jönni erre a estére, és hál' Istennek elvállalta, hogy egy jótékonysági koncert keretében ő
előad egy 30-40 perces programot. Az összegyűlt összegből a Vakok Szövetségét támogatják. Ez volt a Promenád szeptember 9-én csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!